Hello, Mókus. Szia, anya. Gyere, sietünk. Gyümölcsfüré lesz reggelire, jó lesz? Igen. Mi legyen benne? Alma. Alma van. Narancs. Narancs van. És banán. És banán is van. És még pucoltam mandarint. Jó lesz így? Jó. Ez a négy. Mindig négyfélét teszünk bele. Jó. Na, légy szíves, ezt hámozd meg nekem. Jó. Ezt közben beledobom. Mandarin. Az mehet bele. Az egészet lehámozzam? Az egészet, igen, és valahogy hát mondjuk ennél nagyobbat választottam volna szemetesnek, de most így sikerült. Csak sietnünk kell, Szilva, mert mindjárt megyünk a súlyba. Tudom. Abszolút, vannak rituáléink reggel, amikor elindulunk. Hát eleve egy fél órával korábbra van beállítva az óra, mert utána mi még lustálkodunk. Ez kötelező program. Inkább 6 órára beállítom, vagy 3-4-6-ra, de utána mi még úgy ébredezünk együtt. Kész a kaja! Jó gyorsan! Jó, köszönöm! Aha! Nyami. Gyorsan. Ezt a kombinációt próbáltuk már? Nem. Ez nagyon finom, nem azért, mert én főztem, de ez állati gaz. Benne maradt egy ekkora almadarab. Szerintem túléljük. Nyugodtan, aztán tűzösülve. És ma milyen napod lesz, Tica? Milyen órák lesznek? Lesz környezet, anyanyelv, és még matek, testnevelés. Ez ennyi. És magyar nem lesz dolga valamiből? De lesz. Lesz dolgozat? Miből lesz? Magyarból. Amikor megyünk az iskolába reggel, az egy nagyon fontos rész, mert olyankor mindig beszélgetünk. Néha nézünk mesét is, de többnyire beszélgetni szoktunk, átbeszéljük a napot, milyen órák lesznek, minden leszke kész van-e. Ja, délután Mókus, mert előkészítettem neked egy meglepetést. Tök jó lesz. Mi? Már többször kértél engem, hogy csináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy most ma délutánra előkészülök, mire jössz a suliból, addigra előkészítek mindent, de nem mondom meg, hogy mi az, hát meglepetés. Majd meglátod délután, hogy mi lesz az. Ó, már gondolom. Kettő meglepetés is lesz, bocsánat, nem egy, kettő. Aha. Na, a másodikat nem tudom. Aha. Csak az elsőt lehet. Azért meglepetés, majd meglátod, örülni fogsz neki. Nekem öröm azt látni, hogy ő várja, hogy izgul, hogy mi lesz az a meglepetés. Ez szerintem a gyermekkornak egy csodája, vagy szépsége, hogy a gyerekek olyan felhőtlenül tudnak örülni, és olyan izgatottan várják ezeket a dolgokat, hogy ezt öröm nézni. Végre legyél fogom. Ügyes, okos, figyeljél szépen. Jó. Tanító nénikre, oké? Okay? És délután találkozunk. Szia, Tica! Szia, anya! Szia! Gyere, most jöhetsz! Hello! Na nézd, mit hoztam! Szia, puszi! Na mit szólsz? Gyere, pattanj rá! Szánkozni fogunk! Szánkozni fogunk, bizony! Elmegyünk a szánkozós dombra, ahol több a hó. Ott sokkal több a hó. Viszonylag kevés, de hát... Juhu! Szerintem... Anyai szeretetnek is vannak határok. Na, felrakom a lábam! Nem érvegni, mert úgy még nehezebb téged húzni. Felrakom a lábam! Felrakod a lábam? Hova? Nagyon szeret Marika szánkózni, és elég ritkán van ugye rá lehetőség, mert itt nálunk Magyarországon viszonylag keveset esett az elmúlt években a hó, hát ez most sem volt másként, de minden esetre, ha két csepp hó vagy pehely leesik, mi már rohanunk ki szánkózni, hogy kihasználjuk a lehetőséget a lésőkig. Isten, nem az a baj, végül valamennyire tudlak húzni, csak én fogok mindjárt hazvágni. Ez nagyon jó! Remélem, ezt értékeled, Mókos. Ezeket az erőszakítik. Kész. El fogok zakkózni előbb-utóbb. Na, itt egy kicsit már megy. Élvezd nagyon, mert nagyon nehéz húzni. Juhú! De rendes gyerek van. Igazából, hogyha egy szemernyi hó nem lett volna, már akkor is megérte az, hogy rángattam ott szegényt a szánkón, mert annyira örült és annyira tetszett neked, gurgulázva kacagott. Hú, hogy sohagyunk ezzel a szánkon. Na figyelj, hagyom. Nem. Kész, feladod? Feladod? Szerintem te maradj rajta. Te maradj rajta. Én vagyok itt szerintem az, aki itt megakasztja a dolgokat. Ülj rá. Ráültem. És akkor húzz lefelé. Hát, de nehogy meginduljak. Na, de utol, halljál valamit. Na gyere, na így már jó. Hát, ha itt elindul. Juhú! Jaj. Nekem szánkóra kell. Páskát elhagytuk. Anya! Anya! Hú, szánkózol! Megjöttünk végre valahára. Végre? Itthon vagyunk. Ez az.
Na, itt még van egy pici hó. Akarsz még egy kicsit hógolyózni? Igen! Vagy hóangyalt? Csináljunk hóangyalt? Igen! Teljesebben te csinálsz hóangyalt. Ne! Én már nagyon fázom. Gyere te csak is! Csak egy pici. Jaj, de jó kis hóangyal. És de jó, hogy nem nekem kell csinálni. Amikor így látom Mollikát, hogy ilyen felhőtlenül örül, és boldog, és kacag, akkor bármit elviselek. Tehát akkor lefagyhat a lábúja, most se számít. Nézd már meg, Mókus, maradtad kesztyű. Maradtad kesztyű? De hogy lehet ebből? Ebből nem nagyon lehet. Hideg. Hát hideg az egy dolog, mert hó. Milyen legyen szerencsétlen. De hogy lehet-e belőle építeni? Lehet. Nem, csak de hideg! De hideg! Nincs kesztyű! Neked van kesztyű. Annyi neked. Na, tessék a porhóval! Uramas, Isten! Mi az? De hideg. Nagyon hideg. Nem baj. Szerintem menjünk be. Még egy meglepetés vár rád. És az meleg meglepetés végre. Na, most neked kell megkeresni a meglepetést, jó? Vajon hol lehet? Nem árulom el, hogy hova tettem, meg kell keresned. Meg az se, hogy milyen meglepetés. Semmi szokatlan, sehol? Nem. Trambulin alá mondjuk. Ott sincs. Nem is tudom, hogy van-e egyáltalán meglepetés. Csináltam valamit, vagy nem? Nincs semmi. Hát még nem néztél meg mindent, úgyhogy még egy picit keresgéljél. Muffin! Ja, muffin! A kedvenced! És nézd, milyen szépen kikészítettem neked. De szép. Azért készítettem meglepetésre muffint most, mert imádja ezt a csokis tésztát, ezt nagyon-nagyon szereti. És nálunk ebből mindig van egy rakat a fagyasztóban is, tehát ő pontosan tudja, hogy ha megéhezik, és én éppen nem érek rá kaját csinálni, akkor csak kiveszi, megmelegíti és megeszi. Nagyon finom. A csoki is pont a kedvenced. Csinálj nekem ilyet, süssünk ilyet. Süssünk még ilyet. Szeretnék vinni. De a gyerekek meg az iskolába csináljunk még? Hát jó, de elég sokan. Feleség, nem menjen, oké. Ügyes, és akkor most más nem kell bele, ennyi. Légy szíves, kell. Aha, legyen egyszerű. Ki is lehet önteni. A többi az már, mert most kérlek szépen keverd össze. Ismered ezt a gépet, láttad már? Hát, mi ez? Nem tudom. Na, ezzel fogjuk összekeverni. Várjál, segítek egy kicsit. Tudod mit, addig adok neked egy másik feladatot. Itt a muffin tepsi. És légy szíves, most szakadjál el a muffin, jó? Majd kapsz a másikból, és ebből a papír kapsziból légy szíves, tegyél mindegyik klubba egyet. Okay? Jó, egyet. Az, hogy közösen készítünk süteményt vagy főzünk, az abszolút jellemző ránk. Azt nem állítom, hogy ő végig ott áll mellettem, mert nyilván kisgyerek, tehát hamar megunja, de nagyon szeret kukráskodni. Tehát az érdekesebb műveletekbe mindig bevonom őt, mert azt nagyon szereti. Okay. Kész. És most hányan vagytok az osztályban? Na jó, még majd lesz egy tepsi. Még lesz egy tepsi a végén. Figyelj! Most tényleg, hagyd ezt! Megvár, nem fogom elenni előled, jó? Rendben? Kis éhező gyerekek. De hangyák felvesznek az asztalra, hogy megeszik előre. Hangyák? Ez mi? Fagyiskanál. Fagyiskanál. Azért fogjuk ezt használni, mert ezzel lehet a legjobban kimérni. De figyelj! Csak komolyságot. Ez nagyon komoly. Segítesz nekem, vagy ott ücsörök továbbra is a pulton? Na figyelj csak, most már egy picit kihűltek a muffinok, és úgy fogjuk, hogy ilyen legyen. Ehhez azt te fogod beborítani. Ezt a cukormázat fogjuk használni. Ezt te fogod beborítani. De figyelj, beborítani. Nagyon könnyűnét. Így belevártjuk teljesen. Így. És utána gyorsan megszórjuk a szívecskével, vagy amivel szeretnéd. Aki. Okay. Elég gyorsan köt. Fú, de jó lesz. Ki fog neki a legjobban örülni, szerinted? Én. Ja. Igazi gyerek vagy. Én igazi fogok gyerek. Neki örülni. Oké, szépen. Marad itthon neked egy pár. Igen. Yeah. Nem adjuk oda mindent, jó? Mi köztünk nagyon szoros a kapcsolat, de nem csak Mollikában, hanem az egész családban, minden családtaggal. Én is ezt tanultam anyukámtól. Én anyukámat is felhívom naponta egyszer biztos, de inkább kétszer. És így a gyermekeimmel is ezt próbálom megvalósítani, és ez nagyon jól működik. Hú, tiéd a nagyobb tesó. Nagyon finom. Ugye jó, nagyon finom lesz. De róla. Na, finomat kapnak volna a többiek? Köszönöm, hogy segítettél. Nagyon ügyes vagy. Na, mi van már? Most cseréltettem benned elemet. Mi van? Na jó, én erre nem érek el. Isteni, na legalább most működsz. Szuper.
Mi van? Teljesen váratlan esemény volt, ilyenre még sosem volt példa. Ilyenkor nekem komplet listák pörögnek az agyamban, hogy akkor hogy értesítsem a Josit arról, hogy nem fogok odaérni, kit hívjak fel a szülők vagy a szomszédok közül, hogy menjen el a gyerekemért az iskolába. Jaj, Marika, szia! Képzeld, nem indul a kocsim, itthon van a Pisti, a fiad, itthon van. Hát meg akartam kérni, hogy segítsen már nekem valamit a kocsival, mert egyszerűen nem indul, és 3 napja hoztam el a szervizből, és egyszerűen semmit sem csinálom, az ajtót alig bírtam kinyitni. Egy óra múlva, úristen, addig nekem bent kell lennem már a tévébe, te jó ég, és aztán még a gyerekért is mennem kell. Hogyha úristen. Na jó, oké, köszi, mennem kell tovább, bocsánat, szia, szia. Szia, Jani, jaj, de jó, hogy felvetted. Figyelj csak, itt állok a kapuban, az ajtóban, vagy mi, a ház előtt, és nem tudok elindulni. Egyszerűen most mit történheted? Aksi. Na hát én most mit csináljak az aksival? Most gyalogoljak el és vegyek egy újat, tehát azt most nem tudom megtenni. Jó, van, ne izguljak, persze tudom, aranyos vagy, tudom, de kiugrik a szívem, mert mennem kell, rohannom kell. Oké. Jó, szia. Na, klassz, ilyenkor bezek senki. Kit hívjak, te jószagú úristen. Jósikám, figyelj csak, tudom, hogy most lenne megbeszélésünk, de nem tudok elindulni, képzeld el. Itt állok a kertben, mindjárt sírok, és nem megy a kocsi se előre, se hátra, el se indul. Nem tudnál ide jönni, értem? Gondold át, kérlek. Erre még nem volt példa, hogy ő mentett volna ki engem bármilyen helyzetből, tehát ez nagyon váratlanul ért, de már az a tudat, hogy nem vagyok egyedül, már az nagyon megnyugtató volt. Köszönöm, mindjárt sírok, ne haragudj, csak annyira ki vagyok, mert annyi dolgom lenne, és el se tudok indulni. Ide jössz? Jaj, de jó, Istenem, nagyon várlak. Köszönöm, puszi, szia. Jaj, de jó, hogy jöttél. Hello, Móni. Nagyon nagy gáz van, figyelj, sehova, se előre, se hátra, nem indul el, semmit se csinál, hát, és nem csinál semmit. Nézzük be, hát. Próbálj meg. Nézd meg. Próbálj meg. Nézd meg. Egyszerűen semmi. Le vagy merülve az akkumulátor teljesen. Úgy rohantam tegnap este. Igen. Lehet, Magnus. Úristen, bekapcsolhattam magam. A kocsival kapcsolatban még ilyen nem történt, hogy valamit elfelejtettem volna. Ez most engem is megdöbbentett, hogy rajta hagytam a Magnót, vagy benne hagytam a Magnót, és ez meríthette le valószínűleg, de ezt is csak a nagy rohanásnak, meg a rengeteg dolognak tudom be. Próbáljuk bikázni. Te bele tudsz nézni a motorházat, hogy értesz ezzel? Majd itt előbb, majd megoldjuk. De jó, hogy itt majd úgy köszönöm, most már olyan megkönnyebbülésen. Na nézzük meg a motorház, tehát nézzük ki, hát legalább. Van belőle egy ilyen kis pöcök, amit meg kéne találjak, mert nem találom ezt a pöcköt, sehol. Tényleg valami karnak, várjál. Nem tudom, hogy kell? Isten, hova kell még már benyúlni? Ez az. Azaz. Mert te újra ügyes vagy. Kis erőszak. Azaz. Hú, de jó, hogy itt vagy. Mondtam már? De jó. Megvan? Nagyon ügyes vagy. Ez a plusz. Csak valahol kell a test. Az itt valahol lesz. Na, hát nézem a mikakábelt, jó? Egy perc kimehetsz valamelyikre rámítni. Az valami test. Mi? Valami csavar, bármi. Fém csavarhoz. Tényleg? Komoly? Aha. Jó, akkor ide. Ha te mondod. Na, akkor beindítom a kocsit. Megy egy pár percig, aztán beindíthatod. Jól van, én odébb megyek, ha esetleg felrobbanna, vagy ilyesmi. Mit csináljak vele? Indítsam be! És ettől most oda történt? Tényleg? Beülhetsz. De tényleg? Nem robban föl semmi? Nem fogja megadni magát? Tuti? Maximum az enyém. Nyugodj fel, bár! Igen. Tessék! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Hát egy angyal lett olyan. Köszönöm. Ennyi. Abszolút megelégedésemre ez szolgált az, amit a Josi művelt az autóban, mert olyan jó, amikor egy férfi a helyzet magaslatára emelkedik, nem? És ott áll mellette egy gyenge nő, aki éppen sír az autója miatt, és na majd én jövök, mint hős lovag, és megoldom. És meg is oldotta. Tessék! Jaj, de jó! Akkor most már meg tudjuk beszélni a témákat nyugodtan. Meg tudunk beszélni a holnapi témát. Beugrottunk itt egy kávézóba, jó lesz ez neked? Állj be a kocsidon, aztán megyünk. Oké, jó. De most majd csukd le ezt, jó? Meg valamit csinálj vele. Majd én is megkóstolom a tiédet. Na, látod? És belül van még valami, belül van a karamella. Ez mind a lemerült akkumulátornak köszönhetjük. Nem gondoltam, hogy eljutunk idáig, hogy végre rátérhetünk a munkára, és még majd a gyerekért is oda fogok érni. Ez valami kész csoda. Én sokszor egyedül dolgozol, gyereket nevelsz, sok minden. Gyakran van ilyen, amikor hirtelen valami baj van, és akkor meg kell oldani, akkor... Gyakran van ilyen.
Mindig. Gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy soha nem ereszthetetlen teljesen. Ez mindig mindig nyitva kell lenni szememnek, fülemnek, bármelyik érzékszervemnek, mert bármikor történhet valami. És tudod, hogyha így csak magadra számíthatsz, akkor soha nem, hogy is mondja, figyelmet soha nem lankadhat, mert csak rá oldhatod meg a problémát. Én belegondolok, hogy jön rá, hogy azok a nők, akik egyedül nevelik a gyereket, mellette önfenntartóak. De mi mindenki kell logisztikálni. Tehát ez komolyan, én hiszek abban, hogy a női nem az erősebbik nem, nem a férfi nem. Tehát ezt most komolyan mondom, hogy csak azért mondod, hogy... Nem azért, mert szereplőket én műsorban, komolyan így gondolom. Ez komolyan. Abszolút őszintének találtam azt, amikor Josi kijelentette, hogy a nőket erősebbnek tartja. Nyilván vannak olyan férfiak is, akik tényleg nagyon sokat cipelnek a hátukon. Hát sajnos nekem így az utóbbi időben az volt a tapasztalatom, hogy igen, akiktől én segítséget kaptam, azok jó részt nők voltak. Nézd, a nők jobban kezelik a problémás helyzeteket. Nők sokkal hosszabb ideig élnek. Idegrendszerük is. Erősebb, igen? Erősebb. Jó, hát lehetnek a tömegek idegrendű emberek. Azt biztosan tudom. Jó, egyébként általában mondom, tehát ez le a kalapba. A témából kettő téma érdekel, amit jó, ha átbeszélnénk. Az egyik ez a borderline. A borderline, az nagyon komoly. Tehát ahhoz melyik pszichológust hívjuk szerintem? Nem tudom. Van az a barna hajú, hogy tudod, ő nagyon jó, és ő már azt hiszem valamikor jóval korábban már beszélt, érintette ezt a témát, szóval neki valamennyire szakterülete, úgyhogy szerintem ő jön. Szóljunk a szerkesztőknek, hogy őket. Szólunk Zolinak, és akkor majd össze leszervezi. És akkor, hogy legyen mellette könnyedebb téma, most ugye majd jön a tavasz, hóvirágot, ültessünk virágot. Szeretnék jogában lefelé néző kutyapószt, mert mindig az ült nekem. Azért nem hoztam szóba, mert az evidens, hogy te a lefelé néző kutyapószt csinálottál, amikor nem tudsz meglenni. Jogában. De annyira nem tartom olyan nőies dolognak, hogy az ember ott csúszol mászol a földön, mindazonáltal tök jó gyakorlatokat csinálunk. Tehát abszolút hasznos, én azt elismerem, csak hát nem arra van kitalálva a tűsarkúcipő, meg a szűk farmer, hogy az ember a földön fetrengi. Viszont holnap konyhában húsos haja lesz. De jó, azt neked kell megkóstolnod. Én fetrengek, te eszel húst. Jaj, de jó, köszönöm, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még van pont egy 10 percem, amíg kifújom magam, jó, és van. Akkor köszönöm, akkor holnap találkozunk. Holnap nagyon-nagyon köszönöm még egyszer. Jól van. Akkor holnap találkozunk. Jó van, Móni. Köszönöm szépen. Óriási segítség voltál. Vigyázz magadra legközelebb. Köszönöm. Te egy igazi angyal vagy, komolyan mondom, igazi angyal. Hol a kulcsom? Atya úristen. Jézusom, hát akkor Josi nem maradt. Ezt nem hiszem el. Már meg a kulcs nincs meg. Halló, Móni. El ne menj, mert a kulcsom szerintem nálad maradt, hogy kieshetett a kocsiban, mert sehol nem. Fogalmam sincs, sem a kocsiban, vagy a kocsiban, sem a táskában, sem a zsebemben, sehol nem találom, úgyhogy szerintem csak nálad lehet. Megvan, mert itt van, itt van, kimutásra, viszem. Nem igaz. Köszönöm, na, gyere, okay. Siess. Hello, szia. De rég láttalak. Megtanultam már nevetni magamon, meg azt is megtanultam, hogy hiába kezdem el agyon idegesíteni magam egy helyzeten, attól nem lesz jobb, csak sokkal rosszabb. Tudom, hogy ezt könnyű így kimondani, hogy jaj, ne idegesítsem magam, nagyon nehéz kivitelezni, de már rájöttem, hogy jobban járok. Még egyszer, szép helyez, de ezért... Ugye milyen szép? Tehát már jó, hogy erre vetődtél és megnézted. Körülbelül megbeszélésre lebontok. De még jól nem mentél messzire. Én is várok itt holnap reggelig, hát ha valami baj van. Ugye holnap reggel viszont legyél bekapcsolva, mert mennem kell dolgozni, jó, és ha gázban kell. Jó, hát én is. Jó van. Na, köszönöm, szia!